Nyílt napon tájékoztatták a leendő elsősöket és a szülőket a kapuvári Pálcai Pál általános iskolában. A pedagógusok játékos formában mutatták be az iskolát az óvodásoknak. Fedeztvel a Pálcai iskolák programban az épület földszintjén például memóriajátékok, kézműves foglalkozások és bemutatók várták az óvodásokat. Szalén és Sós Edit pedagógus elmondta, a legjobban várt szórakozás a tornaszoba volt, ahol akadálypályán kedvükre mozoghattak a gyerekek. Ugye december elején beszéltük, hogy mi koratavasszal tartjuk a Fedezd fel a Pálcait programunkat. Február közepén eljutottuk a meghívókat az óvodákba. A meghívó mellé egy kis ismertetőt adtunk az iskolánkról, amelyben adottságainkat, technikai lehetőségeinket, szervezeteinket, kapcsolatainkat, hagyományainkat, szabadidős tevékenységeinket soroltuk fel. Március 1-én, tehát múlt péntekre hívtuk a nagycsoportos ovisokat a szüleikkel. Az elsős tanító nénik, Henni néni és Betti néni fogadták őket a fogadóteremben, majd igazgató helyettesünk Erna köszöntötte, illetve ráhangolta őket a délutáni tevékenységre. Diákjaink és kollégáim segítették a szülőket és az ovisokat az épület bebarangolásában, de több olyan szülő is volt, aki biztos helyismerettel rendelkezett, mert itt végzett, és például örömmel fedezte fel a volt osztálytermét. De a nagyobb testvérek is szívesen kísérték a ovis testvéreiket. Programjaink a következők voltak, több helyszínen folyt. A földszinten, interaktív táblán memória fejlesztő feladatokat oldottak meg, majd a szerencsekereket pörgetve számolási feladatokat végeztek el. Utána az első emeleten kézműves foglalkozás várta az ovisokat, ahol egy szép tavaszi virágot készítettek, majd szintén az első emeleten tableten digitális feladatokat kaptak a gyerekek. A könyvtárban pedig szép meséskönyveket mutattunk be nekik, illetve egy ismert meséből puzzle kirakót rakhattak ki. Felmentek a második emeletre, ahol az első és a második osztályosok német, illetve angol mondókát, körjátékot mutattak be nekik, és egy-két bemutatás után az óvisok is bekapcsolódtak, és nagy örömmel játszották, énekelték a német és az angol mondókákat, körjátékokat. Ezzel egy kicsit hozzájárultunk, hogy megkönnyítsük a szülők választását az idegen nyelv terén, hiszen első osztálytól német vagy angol nyelvet választhatnak. De a legjobban várt foglalkozás az a tornaszobában volt, ahol akadálypályát építettek a kollégáim, és ott kedvükre mozoghattak az ovisok. Közben pedig a menetlevelükbe gyűjtötték a matricákat, nagy örömmel gyűjtögették ezeket, és amíg a kis ovisok tevékenykedtek, addig a szüleik érdeklődhettek a pedagógusainktól, hogy az elsős tanítónéniktől az iskola szokás szabályrendszeréről, a házi rendről, vagy bármiről, ami érdekelte őket. Miért tartják fontosnak, hogy a gyerekeket már ebben az időszakban is tájékoztassák az iskolában folyó oktatásról, ismerkedjenek a falakkal, az osztálytermekkel, a pedagógusokkal, egyáltalán az iskola milliójével? Ez azért is fontos, mert több alkalommal találkozhatnak így a leendő elsős tanítónénivel és a többi pedagógussal is, és fontos a személyes kötődés kialakulása, mert ez biztonságérzetet ad a tanulóknak, másrészt pedig érzelmi és lelki stabilitásokat is ezzel megteremtjük. Lesz még rá lehetőség, például most pénteken 8-án már tanórára is várjuk az ovisokat a szüleikkel, 8 órakor itt a benti épületben lesz óra, 10 órakor pedig a gartai tagiskolánkban lesz a tanóra, ahova szintén nagy szeretettel várjuk, és itt már tényleg ízelítőt kapnak az iskolai életből. Aztán, amikor meg már megvolt a beiratkozás, akkor úgynevezett nulladik szülőértekezletet tartunk a szülőknek, és itt már konkrét útravalókat kapnak az iskola kezdéshez.
A gyerekeket pedig majd augusztusban gólyatáborba várjuk. Tehát az iskola kezdés előtt tényleg megismerkedhetik az elsős tanító nénit. Fontosnak tartom azt is, hogy a szülők bizalommal legyenek felénk, a pedagógusok felé. Igazából elmondhatom, hogy a mi tantestületünk stabil, állandó, megfelelő a pedagógus létszámunk, munkánk egyenrangú, egymásra épül, megbeszéljük így évfolyamonként is a feladatokat, a gondokat, a tevékenységeket, az alsó-felső közt is, az alsó és a felső tagozat közt is bizalmon alapul a kommunikáció, úgyhogy... Ugye mivel ezt a rendezvényt itt a Pácsiba tartották, de gondolom a Széchenyiben is hasonló rendezvényekkel várják a gyerekeket. Igen, a Széchenyi iskolában én úgy tudom, hogy, de most nem akarok rossz információt mondani, úgy tudom, hogy majd március 22-én lesz szintén, és közben mi is megkaptuk az óvodáktól a meghívókat az ő foglalkozásaikra, úgyhogy oda is mennek a pedagógusaink. Köszönöm a tájékoztatást. Én is köszönöm.